Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! És ahogyan sokan tudják, október a rózsafüzér hónapja. Ebben a hónapban különösen is Szeretettel forgatjuk, imádkozzuk ezt az ősi imádságot. A rózsafűzért azt mindenki ismeri, nagyon sok embernek, talán otthon is a, a kezén, a, sokszor a kocsi visszapillantó tükrőjén, ott lóg ez a imádságot szolgáló eszköz. Létezik kisebbe is egy tized rózsafüzér, vagy pedig gyűrű formájában is, nagyon sokan az újukon hordják. De a rózsafüzér alapvetően nem csak a tárgy, hanem az imádság is. Ez nem egy talizmán, ami szerencsét hoz, hanem pontosan azzal fejti ki az erejét, hogy imádkozzák. A rózsafüzér eredetéről elég keveset tudunk, azt tudjuk, hogy Szent Domonkos kezdte el elterjeszteni. Egyes források szerint a zsoltárok imádkozásához vezethető vissza. Ugyanis a szerzetesek minden héten elimádkozták a 150 zsoltárt, az összes zsoltárt. És ez a heti ritmus és a 150 zsoltárnak a teljessége adta meg az imátságuk keretét. De viszont a, a világiak nem tudták velük együtt elmondani a zsoltárokat, bármennyire szépek, bármennyire kifejezőek is, részben az idő, részben pedig a a tudás miatt, mert nem tudták fejből, vagy nem tudták elolvasni. Ezért a szerzetesek azt javasolták a világiaknak, hogy a 150 Zsoltár helyett pontosan a fűzért, vagyis a 150 szemre mondjanak el, üdvözlégy Máriát, és minden tizedik után egy miatyánkot. Két imádságot, ami a Szentírásból ered. Ugye a mi atyánkot Jézus tanította, meg is találjuk az evangéliumokban, és hasonlóképpen az üdvözlégy Mária szintén a Szentírás alapján indul el az angyali üdvözlet szavai. A másik párhuzam, hogy ugye a 150 Zsoltár az öt könyvre van osztva, mint ahogy a hagyományos rúzsefüzérben is öt tized van. A Zsoltárok könyve az egyes Zsoltárral indul, amely az ember elé két utat állt, Az egyik a igaz ember útja, amely az üdvösségre visz, a másik út pedig a gonosz ember útja, ami pusztolásba vezet. És egy kicsit hasonlóképpen a rózsafűzért és a hiszekedjével kezdjük. Ezzel megvalva az, hogy mi tartozik a hitünkhöz, és mi nem. Mi a üdvösségnek az útja, mi az, ami nem? Mi az, ami az életre vezet, az önömre, a teljességre, és mi az, ami a pusztulásba? És hasonlóképpen az utolsó zsoltár, a 150-es zsoltár, az Istennek a dicsőítése, amely fölsorolja az összes liturgiában akkoriban használt hangszert, amely dicséri az Urat. Minden az Úr dicsőítéséről szól, mert ahogyan végig imádkozza valaki a zsoltárokat, megtapasztalja az Úrnak a kegyelmét, az Úrnak az irgalmát, hogy velünk van az életünk folyamán, a történelmünk folyamán is. És ugyanígy bizonyos értelemben a rózsafüzér lezárása is, akár a tizedek után a dicsőség kifejezi Isten dicsőítését, az ő magasztalását, vagy pedig a rózsafüzér után az imádság, a Salve vagy pedig a Loretto Litánia szintén Márián keresztül Isten dicsőítése. Magasztaljuk Istent a nagy tettekért, amelyeket végbe Hasonlóképpen a zsoltárok között vannak olyan zsoltárok, amelyek mint egy referényszerűen ismétlődnek. És különösen is elénk állítják ezt a sort, mert irgalma örökké tart. És az Izrael népének különböző csoportjai magasztalják az urat, mert irgalma örökké tart. És hasonlóképpen a rózsafüzérben is megismételjük újra és újra átelmélkedjük azt, hogy Isten nagy dolgokat vitt végbe, hogy elküldte hozzánk a megváltót, aki emberi élet megszületett, és a halálunk után az örök életbe hív bennünket. Nekem is az egyik kedves imádságom a Rózsafüzér, és emlékszem, gyermekkoromban nagyon hadhatós imádságnak tartottam a Rózsafüzért, mert talán ez volt a leghosszabb imádság, amit, amit ismertem, amit el tudtam mondani, úgyhogy ha ezt imádkoztam, akkor úgy éreztem, hogy valóban az Úristen, különösen is a szűzanyag közbenjárására valóban segíteni fog. És bár ez egy kicsit gyerekes elképzelés, hogy minél hosszabb az imádság, annál erősebb, de mindenképpen elindít és segít abban, hogy a rózsafűzér gyakran imádkozza az ember, hogy bizalommal forduljon Máriához. Második János Pál pápa a rózsafűzéről írt egy apostoli levelet, amelyben a világosság titkait is elénk tárta, mint olyan titkokat, amelyek szintén a szentíráson alapulnak, a evangéliumban elbeszélt eseményekről elmélkedünk, erre kapunk meghívást, hogy helyezzük magunkat Jézus lábához, amint, amint tanít, amint az utolsó vacsorán átváltoztatja a kenyeret, amint a táborhegyén megmutatja Isten dicsőségét. Mert ez egy nagyon fontos, része a rózsafüzérnek, hogy bár a szűzanya kezét fogjuk, kérjük, hogy velünk együtt imádkozzon, de mégis Krisztusról elmélkedünk. Jézus van az elmélkedésünk középpontjában. Az ő életének eseményeit követjük végig, a gyermekkorának, a kínszenvedésének, dicsőséges feltámadásának, és ahogyan említettem, a nyilvános működésének, a tanításának, az egyes fázisait, egyes részeit. És ahogyan egy kicsit a, egy hasonlattal érve, ugye a fúró is nagyon sokszor egy helyben mozog, úgy tűnik, hogy nem történik semmi, de mégis így hatol a mélybe. És ugyanígy ez a rózsafüzér imádság is, mint, mint egy fúró a hétköznapokon, a megszokottságon, a nehézségeinken keresztül, mindattól, ami elvonja a figyelmünket Istentől, Segít a mélyre menni. Az ismétlés segít arra, hogy ne csak egyszerűen gondolkodjunk, hanem szemléljük Istennek a titkait, amit véghez vitt a történelemben. És valóban erre a, a mélységbe tudjunk leásni. Nem véletlen, hogy a, a nagy szentek, a misztikusok is nagyon szerették ezt az egyszerű imádságot. Második János pápápának, akit most már szentként tisztelünk, szintén az egyik kedves imádsága volt, és nagyon, nagyon gyakran imádkozta. Az rózsafüzérnél, ahogyan második János Pál pápa is írja, Mária áldott rózsafüzére édes lánc, amelyhez Isten kap, Istenhez kapcsol minket. Mert a rózsafüzérnek ez a kör alakja kifejezi a teljességet, kifejezi azt, hogy egész életünket lerakjuk az Úr lábához, az egész életünket járja át ez az imádság. És ahogyan ez a rövid mondat is kifejezi, a rózsafüzér lánc is, amely rögzít minket, amely összekapcsol, amely nem enged elszakadni. Nagyon sokszor az életben félünk az elköteleződéstől, hogy valami mellett kitartsunk, és nagyon sokszor az életünk során a különböző hatások ide-oda sodornak minket. És a rózsafüzér, mint egy horgony, segít bennünket, hogy megmaradjunk a hitben, hogy egyre mélyebben le tudjunk fúrni Krisztus titkába, hogy egyre inkább megtapasztaljuk Krisztusnak a közelségét, az ő megváltó művének az örömét, a hatását az életünkben. Mint ahogy a szűzanya életében is, ez megfoghatóan jelenvalóvá lett Isten közelségének a hatása. Ezért októberben, amikor imádkozzuk a rózsafüzért, mi is kérjük ezt a kegyelmet, hogy egyre közelebb kerüljünk Krisztushoz, egyre közelebb kerüljünk Máriához, aki előre visz minket, közben jár értünk, és segít minket, hogy elérjük végső célunkat, az örök életet. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Viszontlátásra.